Első alkalommal rendezte meg Gerjen vízkereszti kaland rendezvényét a Dunába Csobbanással, amelynek ötletgazdája Pető Zsolt volt. Én 2012-ben csobbantam először a Balatonon, a Szigligeti újévi Csobbanáson, és hát azt tudom mondani, hogy egy ilyen jeges fürdőzés függőséget okoz a felszabaduló adrenalin miatt, azt már igéni a szervezet, és azóta ezt minden évben meg is teszem. Idén is fürdöttem már Nagymaroson, és hát így jutott eszembe ez az ötlet, hogy itt a Paks környéki, fiatalokat, sportolókat, ahhoz szünne után egy kicsit felrázzuk, megmozgassuk. A csobbanást megelőzte a terepfutás, amely Gerjen komp kikötőjéből rajtolt el, és végül a Paksi Atomerőmű látogató központjában ért véget. Az útvonalválasztás nem volt véletlen, mondta Romhányi Károly azon a nyomvonalon fognak végigfutni a jelentkezők, ami reményeim szerint a jövő évben, idei év végén adott esetben a Gerjeni út, ö, utat jelenti. Ez gyakorlatilag a a Paksi atomerőművel fogja összekötni ez az útszakasz. A futók teljesítményét nehezítette az olykor jeges, gödrökkel tarkított, sáral borított útviszony, de mindenki teljesítette a távot, és a nehéz körülmények sem szekték kedvüket. A 12 kilométeres futást nem csak a gyakorlott sportolók, hanem fiatal gerjeni diákok is teljesítették. A beérkező futókat emléklappal és pólóval köszöntötte a rendezvény fővédnöke Kovács Pál nukleáris igazgató, az MBM Paksi Atomerőműziérti igazgatóságának elnöke. A délutáni csobbanásra 13 bátor jelentkezett, többek között gerjen orosz testvérvárosának Desznegorszk volt polgármestere is. Náluk nagy hagyománya van a vízkereszti fürdőzésnek, számukra nem szokatlan a hideg víz. Kiváló kezdeményezésnek tartja a rendezvényt. Romhányi Károly sokáig hezitált a csobbanást illetően, de végül nem bánta meg, hogy elsőként vetette magát a három fokos vízbe. Az első egy másodperc az volt a borzasztó, utána volt egy 6-7 másodperc, amikor beértem a csónakig meg egy picit ki, az egy nagyon jó érzés volt. Majd amikor kiértem, akkor az a megkönnyebbült érzés volt, úgyhogy végül is azt mondom, hogy jó, mindenkinek ajánlom. A polgármester minden aktív résztvevőt vár vissza jövőre is rendezvényükre, de a nézőkre is számítanak, hiszen a forralt bor, a lángos és a látvány mindenki számára kiváló alkalmat nyújt a közösen eltöltött időre.